3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot hirdetett meg az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési program részeként termelői csoportok és szervezetek részére. Az elmúlt években alakult, elismert termelői csoportok 5 éven keresztül kaphatnak vissza nem térítendő támogatást, évente legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő összeget. A minisztérium ezzel a segítséggel szeretné, ha több csoportosulás jönne létre, mivel ez hasznos és hatékony módja a termelésnek. Nagyon nagy előnyöket élveznek a betakarításnál, a beszerzéseknél, így a vetőmagnál, és a műtrágyánál, és a növényvédőszereknél. Ehhez megfelelő technológiát kell kialakítani talajtani szempontból, növényélettani szempontból, illetve növényvédelmi szempontból is. Az egységesítésnek az a következménye, hogy egy járvány és egy gradáció elhárítás esetén gyorsan lehet intézkedni. A termelői csoportok továbbá egységes megjelenést és méretet, ezáltal egységes terméket hoznak létre, amelyet sokkal könnyebb a feldolgozó üzemeknek vagy a nagy élelmiszerláncoknak eladni. Az összefogás Bács-Kiskun megyében leginkább a gabonatermesztőknél, illetve a zöldségtermesztőknél működik jól, a betakarítást pedig technológiák és gépek is segítik. A szövetkezetek tudnak gépi segítségnyújtást is biztosítani, és a termelő olyan gépekhez, betakarító eszközökhöz is hozzá tud jutni, amelyet egyébként egymaga nem tudna megvásárolni a költségei miatt. Ahhoz, hogy a termelők a kívánt minőségű gyümölcsöt, zöldséget és gabonát meg tudják termeszteni, szigorúan be kell tartsák a technológiai előírásokat. Az ebből felmerülő költségeket viszont ki kell fizetni. Ebben is segít az Agrárminisztérium pályázata.